Tudni kell, hogy az utódállamok gyakorlatilag azzal kezdték, de nem csak Románia, hanem Szlovákia és a többiek is, hogy a történelmi város központokat földig lerombolták. Ez így van Zselizen, Királyhelmecen is, így van. Itt is azért, hogy létre tudjon jönni egy mesterséges emlékezetvesztés, amilyen emlékezetvesztés szükséges az új nacionalizmushoz is. És hát amikor megbíztak bennünket, és először mentünk Csíkszeredába, akkor láttuk, hogy egy lakótelep kellős közepén mi maradt meg, ahogyan Dunaszerdahelyen is, Szlovákia területén, a templom. Az egyik templom. És Darvas Kozma azt mondta, hogy csinálnunk kell egy másikat is, mert a régiben már nem férnek el az emberek. Ez akkor történt, ez a pusztítás, amikor a romániai kormány elhatározta, hogy a textilipart oda telepíti, és románokat visz vele együtt Csíkszeredába. Most a régi templomot körülvesz egy, mint egy várfal, egy cinterem veszi körül, amelynek a falából, ahogyan Spilinszky mondta, hogy átvérzik a történelem, a falból előtűnik egy kereszt többek között. És amikor oda mentem, és először ezt a régi templomot néztem meg, akkor azt mondtam, hogy na, ez az üzenet. És ezért áll keresztekből összerakva, mintha a földből így fölemelkedne az egész, a két torony. A 60-as éveknek a liturgikus reformja értelmében pedig a katolikus templomot ma már centrális épületnek is meg lehet tervezni, és az oltár a kellős közepébe kerül. Így centrális épületet építettünk, amelynek fönt az Opejonján, ahol bejön a fény, ott angyalok vigyázzák azt, hogy csak a jó fény jöjjön be, és bentről pedig csak az imádság menjen föl. Ez a lényege a templomnak. A régi város eltűnt, és ezek a többemeletes blokkházak veszik körül ezt a területet. Itt nincs messe, hát ebbe kellett elhelyezni a templomot, és ha az ember kinéz az ablakon, akkor ezt látja. Itt sajnos alternatívák nem léteznek. Ez az emberközpontú része a városnak, ez tovább terjeszkedjen, erre van valami terv? Igen. Tudnilik, a csíkszeredaiak kiadtak egy nagyon szép könyvet a Mi utcánk címmel, amelyben a lerombolt régi városközpontnak az épületei láthatók, és kaptam is egy megbízást arra, hogy megismerve Dunaszerdahelyen elvégzett munkánkat, ahol pontosan ugyanez az alaphelyzet, ott mi Dunaszerdahelyen a Csallóköz régi épületeiből csináltunk, ugyancsak egyedül a templom maradt meg, a templom köré egy kis teret, megidézve azt a múltat, amit eltakarítottak az utódállamok. Hát itt is mi csináltunk egy tervet, egy meghatározott területre, meg a plebániának a bővítésére, meg mögötte erre arra, hogy egy kicsit ne ennyire unikumszerű legyen ez a templom, de a város nem lépett tovább, és nem kezdtünk hozzá ez a munkához. Remélem, hogy mielőbb magukhoz térnek, és valamit elkezdünk, mert szükséges lenne. Van arra példa, hogy egy ilyen új régi épületből, egy olyan új épületből, ami a régi elemeket használja, divatot csináljon, és megjelenjenek azok a motívumok, azok a léptékek, amelyek a régi időkre voltak jellemzőek, és igazából jól érzi magát benne az ember. Az úgynevezett modern építészet ezt a gondolatot elutasítja, amit most maga elmondott. Tehát azt is elutasítja, amit én vagy a kollégáim csinálunk. Tehát, hogy megpróbálunk valamilyen kapcsolatot létrehozni egy eltakarított múlt és egy lehazudott jelen mögött lévő valóságos világról. Ezt az úgynevezett modern építészet utálja és nem szereti.